Okay. Hello mindenki! Nem tudom, hogy hova kell néznem. Mindig rossz helyre nézek. Azt hiszem, oda kell néznem. Nem tudom, hova fogok nézni. Valahová fogok nézni. Szóval sziasztok! Ez a videó azért készül, mert nagyon sokan írtok nekem az elengedéssel kapcsolatban, és sokan letöltöttétek az ingyenes anyagaimat, amiért örök hálám, nagyon köszönöm, remélem, hogy élvezitek. Hogyha te esetleg még nem tetted meg, akkor felmész a weboldalamra, az elengedés fül alatt találsz ingyenes hanganyagot, amit le tudsz tölteni. Ezen kívül pedig a YouTube csatornámon is van fent már néhány anyag az elengedéssel kapcsolatban. És ez a mai videó azért készül, mert sokan, akik írtatok nekem, úgy nem állt össze bennetek, hogy mi a szösz ez az elengedés, és szerettem volna néhány gondolatomat megosztani veletek az elengedéssel kapcsolatban, hogy valójában mi is az elengedés, és mi nem az elengedés. Hát mi nem? Amikor meg akarunk szabadulni valamitől, na az ellenállásnak hívjuk, vagy kontrollnak. És az nem az elengedés. Valójában az elengedés az egy természetes képességed, az a természetes lénységed. Valójában akkor igazán önmagad vagy, amikor ebben az elengedés állapotában vagy. Ezt másképpen szoktuk hívni flow-nak is. Azt hiszem, hogy sokkal fenszibb a flow. Ezt a szót fogom használni. Ez azt jelenti, hogy amikor valami bejön a tudatosságodba, akkor azt nem akarod megállítani, itt tartani, ragaszkodni hozzá, de nem is állsz neki ellen. Nagyon sok energia kell ahhoz, hogy valaminek ellenálljak, és nagyon sok energia kell ahhoz, hogy valamihez ragaszkodjak. Legtöbbször annak állunk ellen a leginkább, hogy legyenek érzéseink. Pedig az érzések nem mi vagyunk. Tehát az érzések csak érzések, gondolatok, csak gondolatok, ezek jönnek, mennek viszonylag könnyedén, hogyha nem állsz ellen nekik, vagy ha nem ragaszkodsz hozzájuk. És az a rengeteg üzenet, amit kaptam, mind abból indul ki, hogy hú, annyi elengedés végzek, de nem változik semmi, annyi elengedést csinálok, de nem történik semmi. Hadd mondjuk el neked egy nagyon izgalmas példát. Hogyha elmész egy gyors étterembe, van ilyen tányérmelegítő, lehet, hogy már te is láttad, és ez úgy néz ki, hogy sok tányér egymásra van rakva, vagy lent vannak, ott melegednek a tányérok, és ahogy kiveszed, a tányér mindig följebb jönnek a tányérok, és mindig egyel lejjebbről veszed ki a tányért. És azért szeretem ezt a példát, mert az érzelmeink azok így működnek. Elengedem a félelmet. De annyi helyen beraktam a félelmet az életembe, annyi életterületemre, hogy amikor egy helyről elengedem a félelmet, az olyan, mintha kivennél egy tányért. És bejön a következő. Aztán megint kiveszed egy tányért, elengedsz egy félelmet, megint följön. És a jó hír az, hogy előbb-utóbb elfogynak a tányérok. És az izgalmas az, hogyha nem érti valaki ennek a mechanizmusát, hogy mit csinál az elengedés, akkor el lehet kezdeni ezt nagyon egyszerűen, és ezt a mai videóban szeretném nektek megmutatni. Mégpedig úgy, hogy az otthonodból, mondjuk 10 napon keresztül, minden egyes nap elengedsz 10 dolgot. Ami most baromi soknak tűnhet, de ha mondok neked példákat, hogy segítselek, akkor talán rájöhetsz arra, hogy mégsem annyira nehéz, mint ahogy korábban gondoltad. Szóval nézd körül a konyhádban, nézd meg, mennyi műanyagedény van, mennyi régi fakanál, mennyi olyan cucc, amit egyáltalán nem használsz, mennyi olyan pohár, amiből egyáltalán nem iszol. Aztán végigmehetsz az SMS-eiden, megnézheted az összes régi SMS-t, vagy olyan SMS-eket, amiket tartogatsz más emberektől, hogy visszamenj és elolvasd őket. Ugyanis ennek az egésznek az a lényege, hogy elengedj olyan tárgyakat, amelyek nem szolgálnak téged többé. Mondok neked egy példát. Volt egy nagyon klassz esetem, mégpedig egy tárgy, amit valakitől ajándékba kaptam, de minden alkalommal, amikor ránéztem, fölhozott bennem egy nehéz dolgot, egy nehéz érzést, egy nehéz energiát, mert ahhoz a tárgyhoz kapcsolódott egy csomó negatív élményem, vagy ahhoz a személyhez. Abban a pillanatban, ahogy erre rájöttem, ezt a tárgyat is elengedtem, abban a pillanatban az az energia, az a negatív energia, amit jelen volt az életemben, eltűnt. Az a súly, ami húzott vissza, az eltűnt. Sokkal felszabadultabbnak éreztem magam. És a legizgalmasabb dolog ezzel a kihívással kapcsolatban, hogy itt nem arról van ám szó, hogy megszabadulj ezektől a tárgyaktól, hanem nézd meg, hogy mi az, amire már nincs szükséged,
és nézd meg, hogy kinek lenne rá a legnagyobb szüksége. Szóval, amikor elengeded ezeket a tárgyakat, akkor tulajdonképpen segíthetsz valakinek. Én nagyon mindig azt csinálom, hogy kirakom a tárgyakat, amiket szeretnék ajándékozni, és utána megnézem, hogy kinek válna a legnagyobb hasznára. Szóval végigmehetsz az e-mailjeid. Nem emlékszem, amikor ezt a kihívást csináltuk az előző Elite Akadémia programomban, akkor az egyik résztvevő egy nap alatt 76 ezer régi e-mailt törölt ki, és ennek kapcsán rájött arra, hogy mennyi spam e-mailt kap mindenféle régi feliratkozásokból, amelyek már nem is érdekelték többé. Úgyhogy végigment ezeken az e-maileken, és leiratkozott ezekről a listákról. És mondta, hogy olyan volt, mintha újra tudott volna lélegezni. Újra fel tudott szabadulni. Újra felszabadult. Aztán hagyd meséljek neked egy másik példát. Például volt egy ügyfelem, akinek meghalt a párja, de már évekkel korábban, azt hiszem egész pontosan 7 évvel korábban. És azért keresett meg engem, mert nem tudta a párját és az ő emlékét elengedni, és aztán rengeteg fájdalmat, ami ehhez a veszteséghez kötődött. És aztán, amikor találkoztunk egymással, rengeteg elengedést, verbális gyakorlatot csináltunk, egy csomó meditációt, megvette a meditáció csomagomat, azt is használta, de egyszerűen nem jutott egyről a kettőre, amikor is őt is meghívtam erre a kihívásra, mondtam neki, hogy figyú, mi lenne, hogyha megnéznéd azt, hogy milyen tárgyak vannak otthon, amelyek a volt párodhoz kötnek, és akkor mondta el nekem, hogy ő az összes ruháját megtartotta, és minden nap megnézi őket, megigazítja őket a szekrényben, és annyira ragaszkodik hozzájuk, hogy ő képtelen lenne elengedni őket. És aztán egy fél órás beszélgetés után úgy határozott, hogy nem kidobni kell őket, hiszen mondtam neki, hogy de hát valaki másnak akkora hasznára lenne, mennyi embernek jönnének jól ezek a holmik. Miért nem adja oda valami alapítványnak, vagy valakiknek, akár olyan helynek, akik a hajléktalanokat segítik ruhákkal. És ez jó ötletnek tűnt neki, ez könnyű volt neki. Megszabadulni a ruháktól nem volt könnyű, de tovább ajándékozni, az már könnyű volt. Úgyhogy a következő héten tovább ajándékozta a ruhákat, és azt hiszem egész pontosan néhány hónappal később, azt hiszem 7, találkozott valakivel, és felhívott engem, hogy úristen, Niki, találkoztam valakivel. Nem hiszem, hogy szeretnék vele bármit kezdeni, de már nyitott szemmel járok, már nyitottabb vagyok arra, hogy megismerkedjek valakivel. És ez volt neki az első jel, hogy mennyire hatásos és hasznos volt az, hogy elengedett olyan tárgyakat, amelyek olyas valakihez kötötték őt, aki már nincs vele, és emiatt nem tudott szabad lenni, ezután nem tudta szabadon teremteni tovább az életét. Úgyhogy néhány tippem neked, hogy miket tudsz elengedni. Nekem konkrétan nagyon kevés ruhám van. Régen minden cipőből, amit vettem, volt mondjuk 2 szín, vagy 3, és hegyekben álltak a cuccok, amiket soha nem használtam. És rájöttem, amikor visszaköltöztem Magyarországra, hogy kevés ruhával jöttem haza, aztán néhány hónappal később a volt párom utánam küldte a maradék cuccomat, és amikor kinyitottam a csomagot, akkor rájöttem, hogy el is felejtettem, hogy vannak ezek a holmiaim. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy úgy, ahogy volt a csomag, tovább ajándékoztam. Azóta pedig az a taktikám, hogy csak nagyon kevés ruhám van, és hogyha veszek valami új holmit, akkor egy dolgot mindig tovább ajándékozok. Megnézem, mi az, amit már nem vettem fel egy hónapja, vagy 2 hónapja, fogom ezt a tárgyat, vagy ezt a ruhát, és tovább ajándékozom valakinek. És azóta úgy érzem, hogy van mit felvennem. Nem kell ott állnom a szekrény előtt, és azon gondolkodni, hogy mit vegyek fel, és nézd meg, hogy mennyi olyan tárgyad van, ami viszi az energiát, és nem csak ruhák, hanem régi holmik. Mennyi olyan tárgyad van, ami olyan emlékeket hordoznak magukkal, amikor rájuk nézel, ami már nem szolgál többé téged, ami miatt akár egy személyt, egy eseményt nem tudsz elengedni. És tényleg azért mondom azt, hogy 10 napig csináld, vagy egy hétig csináld ezt a kihívást, és várj meg 10 dologtól, ne erőltesd, nem kell sok mindent. Hogyha szeretnéd ezeket a számokat, magadnak módosíthatod is. Mondhatod azt, hogy oké, akkor én minden nap elengedek 5 dolgot, mondjuk egy hónapon keresztül, vagy minden nap elengedek 2 dolgot, 10 napon keresztül. Bármi, ahogy neked működik. Ez csak az én ötletem, hogy egy héten keresztül 10 dologtól, és nézd meg, hogy hogyan fogod érezni magad? Nézd meg az e-mailjeidet, nézd meg a Dropboxodat, nézd meg az SMS-eidet, és minden régi üzenetet is csak törölj ki, amire nincs szükséged. Ez is az elengedés egy módja, ugyanis fizikai síkon elengedünk. Mert hogyan működik ez az egész? Minden tárgy, ami benne van a tudatosságodban, bent van a lakásodban, hordoz egy energiát.
és amikor elengedsz egy tárgyat, annak a helyén vákum keletkezik, az univerzum pedig szeret mindent feltölteni. Szóval abban a pillanatban, hogy elengedsz valamit, annak a helyére bejöhet valami más. Szóval sok szempontból nagyon hasznos tud ez lenni. Úgyhogy, ha nem tudod, hogy hogy kezd az elengedés, legyen ez az első lépés. Nézz szét otthon, és engedj el olyan dolgokat, amire már nincsen szükséged. Szóval most én körbeviszlek téged, és megmutatom neked a mai napon, hogy én ezt hogyan fogom csinálni. Szóval gyere velem. Az én konyhámban nagyon kevés cucc van, remélem, hogy most láttok. Szóval alapból rend van, és nagyon kevés dolog. De rájöttem arra, hogy én nagyon szeretek kávézni, és nagyon szeretem a kávésporokat, és ebből van egy csomó. Úgyhogy én a mai napon el fogok engedni, mindjárt jön a barátnőm, és ezt neki fogom ajándékozni, mert meg is beszéltük vele, 4 darab csészét, én egész pontosan 2 csészét, és bögrét. És pontosan tudom, hogy vannak régi sminkes cuccaim, azokból is szeretnék, és rájöttem arra, hogy nincsen sok ruhám, majd mindjárt meglátod, meg nincsen sok cipőm, tehát hogy ennyi kb., meg van néhány elegánsabb darabom. De rájöttem arra, hogy például ezt az edzőcipőmet soha nem fogom felvenni, és itt tartogatom már 1000 éve, úgyhogy nekem ez lesz a másik. Szóval ez így már 5. Oké. Nyugodtan elengedhetsz valamit, akár az íróasztalodról is. Mondjuk az én íróasztalomon nincs olyan sok cucc, ezeket imádom, úgyhogy ők maradnak velem. Ennyi tárgyam van, ennyi könyvem, mert van Kindle olvasom, és azon az e-bookomon olvasok. Viszont a fürdőszobám, az nagyon cuki. Na, a WC-t mutogassam nektek. Ups, a papucsom. Szóval rájöttem arra, hogy... Na, gyertek ki. Szóval rájöttem arra egy ideje, hogy egy csomó rúzsom van, amiket szintén nem használok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt az idő, hogy ezekből is elengedjek. 5 fogom, az már 6. Igen, 5 is elfogom, soha nem használom, és szerintem már nem is jó. 5 is elfogom, ezek már mind kuka, úgyhogy ezt nem tovább ajándékozom, csak egész egyszerűen ő ki fog fogyni, és nem is áll jól ez a szín, de erre utólag jöttem rá. Ez mindig borzasztóan áll rajtam. Oké. 1, 2, 3, 4. És nem kell egyszerre kidobni mindent, hagyjál minden napra. Szerintem ez egy fontos trükk. 5 talán használni fogom, 5 használom. Mi az, amit nem? Oké. 1. Ez a szájkontúr sem kell már nekem többé. Szóval, körülbelül így néz neki, és utána nyugodtan végigmehetsz az SMS-eiden is másnap, és akkor kitörhetsz 10 darab SMS, 10 darab e-mail, de tényleg arra biztatlak, hogyha neked is kevés cucca van, mint nekem, hogy nem kell nagy dolgokban gondolkodni, először tényleg elég csak pár dolgot elengedni, de a számokat akár meg is változtathatod magadnak, ahogy neked működik. Szóval, jó szórakozást vele, és találkozunk majd egy következő videóban. Hogyha feliratkozol a YouTube csatornámra, azért nagyon hálás leszek, mert akkor tudnék indítani élő videókat, és több emberhez eljuthatnék az algoritmusoknak köszönhetően. Ezen kívül pedig fent vagyok a Facebookon, az Instán, ha még nem követsz ott, akkor gyere. És a weboldalomon pedig találsz egy csomó hasznos cuccot, a blog fül alatt pedig rengeteg videót, rengeteg blogposztot, amit írtam a témában az elengedéssel kapcsolatban. Szia! És jó elengedést neked!